Már érezhető a változások előszele az ingatlan piacon, de 2023-ban akár egészen jelentős fordulat is jöhet. Bizonyos szegmensekben az árak rég nem látott csökkenése is bekövetkezhet. A főirányt nem annyira meglepő módon a rezsiköltségekkel költségekkel kapcsolatos változások határozzák meg békésben is, az általunk megkérdezett szakértő Cseke Tamás szerint ezt a hatást még nem lehet igazán érzékelni a piacon, de hamarosan akár csökkenhetnek is az ingatlanárak, főleg a nagyobb, drágábban fenntartható házak esetében. Az alacsony rezsiköltséggel rendelkező lakások vagy kisebb házak viszont biztosan értékállónak bizonyulnak a következő időszakban igazából itt a Békés Csaba és Gyula ugye kiemelkedik a Békés megyei ingatlan piacon, tehát én azt gondolom, hogy továbbra is stabil a piac, és a jó helyen lévő korszerű ingatlanok továbbra is tartják az árukat, tehát én azt gondolom, hogy ez stagnálni fog. Viszont ugye itt ezeken a településeken és a korszerűtlen ingatlanok, én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb értékcsökkenést fognak szenvedni. Itt a kisebb településekről annyit, hogy a meghosszabbított csok és babaváró támogatás, a kisebb településeken azért fenntarthatja a mostani árat, vagy legalábbis minimális csökkenést eredményez. Cseke Tamás elmondta: Már vannak előjelei annak, hogy az idei év kereslet csökkenést hoz. Ez azt is jelenti, hogy az ingatlanpiac kínálati oldalán állók nehezebb helyzetbe kerülnek, így persze vevőként akár könnyebben is lehet boldogulni. A vevők jobb alkupozícióba kerültek, mivel hogy kevesebb a vevő. Ezért mondom, alkupozícióba is előnyt élveznek, illetve nagyobb a kínálat. Tehát igazából nagyobb merítési lehetőségük van. Keresleti csökkenés az van, tehát már most, most tapasztaljuk. Az ingatlan piacról a hitel kamatok emelkedésével gyakorlatilag eltűntek azok a szereplők, akik befektetési célú vásárlásaikhoz kölcsönt igényeltek és bár az albérleti piac stabilnak mondható, mert biztos hozamot kínál, ez a szegmens is némi visszaszorulással szembesül.